Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, srácok, jön egy videó. Egy ilyen live gameplay lesz, és úgy nézzétek, hogy most egy ilyen full konzolos lobbyban vagyok, és szeretném letesztelni egyrészt, hogy mennyire vagyunk esélyesek PC-sként, vagy esélytelenek a konzolosokkal szembe, és meglepődnétek, azt hiszem egy-két nagyon érdekes játékon volt, úgyhogy most lássuk, hogy mennyire. Többnyire konzolosokkal vagyok, az is lehet, hogy én vagyok az egyetlen PC-s csapatban, nem vagyok benne biztos, de lehet. Úgyhogy lássuk, hogy mennyire tudunk helytállni konzolosként, konzolosok ellen a csapatban, és hogyha megvan nekik az aim assist, akkor elképesztő. A távolsági lövéseknél azt hiszem simán előnyben vannak. Igyekszek taktikusan játszani. És hát meglátjuk, mit tudunk belőle kihozni. Erről beszélek. Szóval a játék nagyon büntető tud lenni, hogyha eleinte mellé lősz. Tehát egy-két golyót mellé lősz, a játék nagyon-nagyon büntető tud lenni, még hogyha egy kontrolleres valaki ellen is játszol. És ezt szeretném kideríteni, hogy igazából ez igazán. Nem minden falon lehet átlőni, azt más már tudjuk. Viszont annyit észrevettem, hogy a PC-sekkel szemben a konzolosok gyakrabban szeretnek megállni. Gondolom, lehet, hogy könnyebb úgy célzni, nem tudom. Nem nagyon játszok konzolon. És, de azt nézzétek, ellenfél csapata, ha jól emlékszem, tényleg én az egyetlen PC-s, simán dominál minket. De ezt viszont észrevettem, hogy ezt szeretik csinálni. És kikempelni a dolgokat. Az tényleg szeret, úgy... Mi a fasz? De viszont ebben a közeli csatákban mi jobbak vagyunk. Tehát úgy veszem észre, hogy PC elő esélyesebb ezen a téren. A távolsági lövéseknél túl jól fel tudják velünk venni a harcon. Ez a... Négyedben... Ó, remek! Egyszerűen hihetetlen. 6 kill, 1 halál. Nem tudom eldönteni. Tény, hogy ugye az én csapatomban is a legtöbbje konzolos, de... Egy PC-s lobbyban is ki tudnak jönni elsőnek, és egy konzolos csapatban is, amint látjátok. Tehát teljesen... Baszki elnyomta a kilkamat, meg kellett volna nézni. Teljesen esélyesek vagyok, és tényleg egy konzolos lobbyban vagyok. Szeret, pont kicsit későn nyomtam meg a rögzítést, hogy láthassátok. Na, ez viszont baj. Valakit nagyon lelőttek. És nagyon durván foglalnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy általánosságban nézve... A konzolosok jobban játsszák az objektívet, mint a PC-sek. PC-sek nagyon akarnak menni a killstreakre. Ami pedig az M4-et illeti. Lehet, hogy hamarosan le kéne cseréljen, mert valahogy nem feltétlenül az én... fajta fegyverem, hát akkor segítsünk be, baby, tudunk. Azt a kurva, ez a guggolás, ez nekik nagyon megy. De amit látjátok, nagyon nem mondhatnám feltétlenül, hogy előnyben vagyunk. Ebből a szempontból. Persze, megesett, über béna vagyok. És azért nem megy a dolog. Honnan lőtték ki ezeket? Enemies halfway there, step it up.
Honnan lőtték ki ezeket az arcokat? We've got two objectives. Lock it down. You're needed a feed. Basszus! Hol van tűnt az a gyerek? Hát ott volt egy pillanatra, ott volt a izém. A lépcsőn, hát láttam. És simán jobban foglal a másik csapat. Nagyon kemény. Mint hogyha az életük múlna rajta, pedig egy tetves killstreaket nem tudnak vele felépíteni. És ugyanúgy meg tudnak büntetni, tehát lehet, hogy előnyben leszünk annál a pontnál, amikor azt mondják, hogyha gyorsabban lősz, oké, meghal, de ha véletlenül mellé találsz, akkor probléma van. Akkor ugyanúgy megbüntetnek a konzolosok is, hogy őszinte legyen. És hallom a lépését valakinek. Tényleg hallottam a lépését valakinek, nagyon kemény. Nagyon kemény, lássuk a cruise missile-t. És jó lenne megnézni egy PC-s... egy PC-s izét is. Jelenetet, mert... nagyon kíváncsi volnék, hogy egy PC-s lobbiban is, ugyanezen a pályán mit lehetne lehozni. Kifolyok a lőszerből. Most, ha nem haragszatok, én nem fogok rámenni pontfoglalásra. Ott, hopp, hopp. Ott volt az enemy. Gyere már be arra, igen, köszönöm. Hát azt lelőtte, mint a szart. Úristen. Nagyon béna voltam, mivel realizáltam, hogy fölöttem van a gyerek. Addigra nagyon... Ez az igazság, hogy közel állok ezek a magas kisztrikhez, annyira elszoktam, olyan adrenalinom van most már, és annyira elszoktam az akció dúságától. Még mindig pénzt szólnak el az enemik, ahogy elnézem. Ó, hagyjad már, na ezért kell lecserélni az M4-en. Ezért kell lecserélni az M4-en. Belelövöm bázzon azt a tárat és nem döglik meg. Lehet, hogy lenörfölték a konzol óta, nem tudom. Nekem pedig tesó, mennyi foglaljál, mert veszítünk, mint az állat, úgy veszítünk, az az igazság. És ezt megúsztam. Lesz majd állítólag ilyen gyors gyógyító féleség, amivel gyorsabban gyógyulhatunk. Úgy nézzétek, hogy a játék le van halkítva 8%-ra, vagy nem tudom, hogy mondjam, 8-asra, és így is meghallottam ezt, aki most lelőtt engem, csak nem tudtam beazonosítani, hogy hol van. A másik ilyen nagy segítség amúgy az árnyékok nagyon-nagyon jók, és nagyon jól tudnak segíteni a dolgokba, hogy állunk, hiszen a másik helyre nem foglalok túl sokat. És folyamatosan radarokat tudnak rajtunk beírni, azért a csapat egy kicsit összeszedettebb is lehetne ebből a szempontból. Mert így, de még konzolosok ellen is nehéz játszani így, hogy a csapaton folyton lelövik és radarokat hívnak rajtunk be. Távolságra trash ez a fegyver. Ó, Istenem. Persze, engem válasz ki, nem vagyunk ott négyen, válasz ki engem, semmi baj. Rohadj meg. Ó, Istenem. Majdnem engem válaszolt, lehet, nagyon... kinézett magának.
Ebben majdnem belehaltunk. Ó, Istenem! Na. Legalább van egy fendi Vítor, tehát az már valami. Na, hát ti döntitek el, szerintetek. Kemény, ugyanolyan kemény egy konzolos szerver, mint egy PC szerver. Esélytelenebbeke vagyunk. Én nem mondhatnám, mert 10-szer meghaltam 17-et öltem, és ugyanilyen teljesítményt el tudtam érni egy PC-s szerveren is. De amint lesz egy PC-s szerver, akkor bekapcsolom a rögzítést, és hozzátársítom ezt a videóhoz, és megnézzük ugye a különbségeket a dolgok között. Na jó, már is itt van egy PC-s szerver. Lássuk, hogy mennyire jobb. Ugyanaz a játékmód, tehát 20-an lehetünk maximum, tehát több ember lesz, szóval ebből jó, mert akkor ugyanarra a pályára is fog minket bedobni, és lássuk, hogy mennyivel tudok jobban, vagy éppen rosszabbul teljesíteni. Ugyanaz a fegyver, ugyanaz minden, és csak annyi a különbség, hogy egy konzolos szerver helyett most egy PC szerveren vagyunk. És megnézzük. Megnézzük. Jó, persze, tudom, igen, ez azért így összehasonlítani nem teljesen, hogy mondjam, ilyen fair dolog ebből a szempontból, mert lehet, hogy az előző játékban valamiért jó teljesítettem, jobb volt a ping, bla bla bla, és most ezen meg mit tudom én, mi fog történni, és nem fogok jó teljesíteni, de kiderül, annyi biztos, hogy az enemy az még mindig jobban nyomja, már rögtön jobban nyomja. Lássuk, hogy fel tudunk-e építeni valamiféle kill streaket. Van itt egy emelet? A camp? Esküszöm, a camp az... Sokkal durvább PC. Hát esküszöm, bazd meg, hogy jobban foglaltak a konzolosok. Hát... mi a rák? Jobban foglaltak a konzolosok. UAV is out of fuel. Returning to resupply. Oké. Nem mondom, hogy feltétlenül be akarok menni C-hez foglalni. Beach please. Hú, még ő besegített a társam. Ez a gyerek valószínűleg lelőtt volna. Az, hú, de jó, hogy észrevettem, nagyon durva. Nagyon durva. 2 kill-re vagyok. A... van még itt lőszere, mondanom. Ez az, 1 kill-re vagyok a choppertől, gyerekek. You're needed at B. Need backup at Alpha. We lost A. Ezt most ki kell kempeljem, gyerekek. Ez a kurva nagy igazság, hogy most fogom, és remélhetőleg elég biztonságban vagyok itt, hogy behívjam, jó lesz. Még mindig nincs meg a chopper. Ez hogy? Ezt most kikempelem. Ezt most ki fogom kempelni. Bár nem nagyon van hozzá türelmem. Hogy őszinte legyen. Hát. Na, valaki már ezt is szedte a chopper gunnert. Megvan a chopper gunner. Oké, hát nem tudom.
konzolos lobbiktól jobban kell félni, vagy nem tudom, vagy sok komolyabban veszem esetleg a PC-t, mert lehet, hogy lebecsül a konzol. Nem tudom, tehát nem, aki konzolon játszik, ne sértődjön meg ezen, nem tudom, de úgy veszem észre, hogy a konzolosok azok PTFO-ban náluk, tehát jobban játsszák az objektívet, mint a PC-sek. És emiatt tűnnek keményebbnek a lobbik, nem tudom. De úgy értem, hogy egyáltalán nem úgy érzem, hogy hátrányban lennének a konzolosok, megvan nekik az aim-assist. Honnan lőnek ez? Hát ez gyorsul. Hát ez gyorsul. Hogy állunk? 13-1-be sikerült menni. Az nem rossz. Az nem rossz. És... azt... és... 13-be sikerült menni. És ugye a különbség ott van nálunk. Nincs aim assist. És az dől el. Az dönti el a izét. Az dönti el itt az erőt, aki csak precízebben tud célozni. Míg ugye konzolon ott van az izé. Konzolon ott van az aim assist, ezért ők távolra nagyon-nagyon kényelmesen tudnak lőni. Az a rohadt nagy igazság. Azt a kurva, hát ez hallott engem és simán felbelőtt. Most egy kicsit ilyen lenyugodva vagyok történet. Szóval tudjátok milyen, amikor megszerzitek a keystreaket, boldog vagy, akkor már nem érdekel semmi és mész. De igyekszem végig komolyan venni a játékot, szóval... jó, most akkor ezt megvárjuk. De az azért érdekes volt, hogy a Cruise viszont nem játszott hozzá a kill streakekhez, vagy csak egyet adott meg. Hol van egy baby? Menjünk. Én itt fogok menni. Megúsztam, és ez meg tuti kill streakre hajt. Tuti, ő volt az. Mocskos büdös. Tudom, hogy mire hajtott, de legalább meghalt, szóval remélhetőleg nem szerzett annyi kiad, hogy jelentőség teljes legyen. Na, ez egy ilyen ostoba hiba. Gyerek ott mászkál azon az utcán. Semmi izé. Lássuk, hogy én is leszek olyan. Kis bútus, hogy elkövesse azt a hibát? Nope. Ennyi, tehát PC-n ez dönti el. Ha jobban célzol, mint a másik, akkor nyertél. Ha nem, viszont konzolon az aim assist az nagyon megbüntet. És úgy veszem észre, az esélyed arra, hogy legyőzz egy konzolost, az csak abban rejlik, hogyha gyorsabban tudsz lőni, gyorsabban tudsz reagálni, mint ő az akcióra, és ugye, ha meglövöd, akkor neki sem segít be az aim assist. Na jó, most már kicsit odafigyelőd van, de nem beszélek. Eddig, hogy őszinte legyek, én ilyen fairnek érzem. Ketten voltam. Eddig én ilyen fairnek érzem a két lobby közötti különbségeket. Tehát ahol az egyiknél a segítség, a másiknál hátrány, és valahogy úgy érzem, hogy kiegyenlítik magukat, és a jó konzoljátékosok, azok jók lesznek PC-sek ellen, és a rossz PC-játékosok, meg rosszak lesznek konzolosok ellen is. Jelen pillanatban nem tudom, hogy mit csinálok, és hogy került ide egy vakító. És persze, hogy van egy radarjuk. Ezt megúsztam valahogy, nem tudom, hogy hogy. Headshot, bitch! Valakinek a lépéseit hallotta. Oh! Mi jött ott? Nagyon-nagyon kemény. Oh, remek.
Oh, victory. 18-8. Alapvetően így jobban teljesítettem ugye, mint a másikban. De amúgy a csopergenet milyen gyorsan le lehet lőni, beszarás. És nem is láttam, hogy honnan lőttek. Nem mondhatnám, hogy van különbség a kettő között. De lehet, hogy tudat alatt tényleg komolyabban veszem a PC-s változatot. A PC-seket, és emiatt egy kicsit jobban odafigyelősen játszottam. Mondjátok meg ti, hogy volt-e igazán különbség a játék stílusom között, leszámítva azt az utolsó kempet, tehát hogy volt igazán különbség a játék stílusom között, amikor a konzolosok ellen játszottam, és nem konzolosok ellen játszottam, én meg addig nagyon megköszönöm a figyelmet, iratkozz fel további videókról, és ja, jönni fognak, beszélgetni fogunk még ezekről a dolgokról. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, ciao, sziasztok!